Köszöntöm Önöket! A mai Együttmagazinban ellátogatunk a ciszterci iskolába, megnézzük, hogy mi a helyzet az esküvőkkel most, és hajat is vágunk. Tartsanak velünk! Jól haladnak a ciszterci iskola új épület szárnyának az építési munkálatai. Már a mély alapozásnál tart a beruházás, ezzel foglalkozunk a következő percekben. Hatalmas munkagépekkel dolgoznak a ciszterci Szent István gimnáziumban minden hétköznap a szakemberek. A bontás novemberben kezdődött, decemberre már nem állt a korábbi sportcsarnok. A beruházás jelenlegi ütemében az elbontást követően egy kétszintes tornacsarnok épül. A gimnázium nem rendelkezett a mindennapi testnevelés órákhoz szükséges mennyiségű tornahelyel, és a tantermeknél is az osztott csoportok, az osztott csoportos oktatás az nem működött, ezért szükség volt egy új tornacsarnok építésére, és a későbbi ütemekben, amire jelenleg még nincsen fedezetünk, akkor elkészülne a második, harmadik emeleten tantermek, további tantermek és oktatási termek. A bontási munkálatok után a mély alapozásnál tart a kiskunhalasi kivitelező cég. Több nagy munkagéppel készítik el az új épület alapját. A legnagyobb gépek azok már levonultak az építkezésre, illetve most láthatók. A bontáshoz használtuk a legnagyobb gépláncokat. Ennél már csak kisebb, illetve kevésbé zajos munkafolyamatokat fogunk végezni. Jelenleg az építkezés ütemterv szerint halad. Az építkezés miatt a gimnázium mindennapi életét át kellett szervezni némiképp, hiszen tornaterme és étkezője sincs jelenleg az intézménynek. Ki kellett váltanunk a tornatermet és az ebédlőt, két helyszínt találtunk a városban, ahova a gyerekeink a testnevelés órákra át tudnak járni, illetőleg találtunk egy külső éttermet, ez komoly órarendszervezési feladatokkal is járt. Sajnos most itt a pandémia helyzetben ezek a külső termek nem tudnak fogadni bennünket, az étterem sem tud fogadni, úgyhogy pillanatnyilag iskolán belül tantermekben oldjuk meg a testnevelés órákat, illetőleg idehozzuk az ételeket. Szerencsénk a pandémia helyzetben ez a hibrid oktatás, ugyanis hogy a nagyok nincsenek itt, így elférünk. A tervek szerint ilyen lesz majd a gimnázium új sportcsarnoka. A beruházás értéke nettó 1.848.000.000 forint. Amennyiben rendelkezésre áll majd plusz forrás, elkezdődhet a második ütem, a tantermek, oktatási termek kialakítása. A kivitelező cég vállalkozás vezetője szerint, mivel ütemterv szerint halad az építkezés, várhatóan a vállalat határidőre 2022. szeptemberére elkészül az új épület szárny. Szülői támogatásra készültek el profi módon ezek a hangszigetelő berendezések. Hát egy négyfős helyet alakítottunk ki. Orosz Ágoston a ciszterci gimnázium igazgatója mutatja be azt a rádióstúdiót, amely a TV stúdió és az online újság mellett az intézmény média műhelyének része. Mint mondja, a kommunikációs csatornákat azért hozták létre, hogy a gyermekek közösségét építsék, fejleszék. A műsorokat feltöltik egy felületre, ahol meghallgatható, megnézhető. A Mária Rádiónak például havonta készítenek felvételeket. Az igazgató elmondta, megérkezett a kamera is, így a tévéadások hamarosan elindulhatnak. Az alkotó kedvű diákoknak egy zeneszoba is rendelkezésre áll, hogy közös produkciókat hozhassanak létre. Amikor egyetemista voltam, bekapcsolódtam Magyarországon a népfőiskolai mozgalomba, és ennek keretében eljutottunk Dániába, és ott láttam az egyik iskolában egy zeneszobát. És az annyira megtetszett, hogy egy álmommá vált, hogyha én egyszer egy iskolában fogok dolgozni, akkor én is létrehozzak egy ilyen kis helységet, és hát most érkezett el az idő, hogy be tudtunk rendezni egy szobát. Igazából még meg sem hirdettük, már a kicsik közül két zenekar jelentkezett, hogy összeálltak, és hát a nagyok is éppen tegnap voltak nálam, hogy már elkezdtek külön gyakorolgatni, hogy mikor jöhetnek ők is. Terveim között szerepel még egy ilyen szülői zenekar is, hát remélem, hogy maximálisan ki tudjuk majd használni ezt a lehetőséget is. Orosz Ágoston hozzátette, a ciszterci rendek nem csak az oktató-nevelő munka fontos. Májusban átadják azt a 3,5 csillagos üdülőközpontot Balatonalmádiban, ahol a diákok kikapcsolódhatnak a szünidőkben. Egyszerre 133 főnek nyújt szállást a központ, idén több mint 300 gyermek pihenhet ott a gimnáziumból. Az osztályok 5-6 napot töltenek el majd tavasszal, nyáron Almádiban. Én már nagyon várom. Szerintem nagyon izgalmas lesz, és hát már minél előbb szeretnék oda menni.
Nem csak a médiaműhely és az új üdülőközpont jelent előrelépést a gimnázium életében, az egyetemre készülve újfajta területen próbálhatják ki mostantól magukat a tanulók. A tudományos diákkör együttműködést alakított ki a Szegedi Tudományegyetem földrajzi tanszékével. Az ottani oktatók távérzékeléssel kapcsolatos vizsgálatokba vonják be a diákokat. A 2020-as év sok igent húzott keresztbe, rengeteg jegyes pár tolta el az esküvőjének dátumát. Kovács Kata ceremóniamesterrel beszélgettem a Fehérvár Televízió stúdiójában, és a mennyasszony barátnője bizony izgalmas útmutatóval készült az ifjú pároknak. Kétségbeesés, aggodalom, újratervezés, átszervezés, hát tulajdonképpen nagyjából ezek jellemezték a 2020-as évét azoknak a jegyes pároknak, akik tavaly szerették volna összekötni az életüket. És hát idén sem felhőtlen még a házasság tervezése, éppen ezért meghívtam hozzánk vendégségbe a mennyasszony barátnőjét. Üdvözlöm Kovács Kata ceremóniamestert itt a stúdióban. Szia Reni, üdvözlöm a nézőket is! Köszönöm, hogy itt vagy. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy tulajdonképpen hogyan is összegeznéd a tavalyi évet, ami a 2020-at illeti a házasságok terén, és hogy ebbe az évben, erre az évre mik a kilátások szerinted, mint szakember szerint. Ugye a tavalyi évben teljesen váratlanul ért minket ez a koronavírus, és hogy bármi hasonló dolog egyáltalán az esküvők útjába állhat. Úgyhogy teljesen a meglepődés és a sokként érte a jegyes párokat. Így értelemszerűen nagyon sokan egy évvel teljesen eltolták az esküvőjüket. Persze voltak tavaly is, akik csak pár hónappal tolták el, és ők már sikeresen túl vannak rajta, és boldogok és házasok, ám vannak azok, akik eltolták, és ahogy említetted, ők még mindig nem nyugodtak meg, illetve akik eleve 2021-re tervezték az esküvőjüket, ők sem, hisz még mindig korlátozások vannak, házasodni bár lehet, de lagzit, a hagyományoknak megfelelően megünnepelni, ahogy azt az ifjú párok évekig álmodják, nem lehet. Úgyhogy bajban vannak, de kitartóbbak, kivárnak, és most már tudják azt, hogy bármelyik pillanatban zöld utat kaphatnak az esküvők. Tulajdonképpen most már nem tolják egy évvel, hanem kivárnak, és max BCD tervet gyártunk azért, különböző BCD időpontokat tervezünk, de mindenki igyekszik most már megtartani az eredeti időpontban, ha tehetjük. Ha nem, ugye az már megint egy másik kérdés, akkor nyilván toljuk, de akkor sem már egy évvel, hanem pár hónappal esetleg. Nekem legalábbis ez a tapasztalatom. Mik a legkülönlegesebb elvárások? Mikkel fordulnak hozzád, mint a mennyasszony barátnőjéhez? Mind a mennyasszony, mind a vőlegény, milyen kéréseik vannak? Nem is annyira különleges, hisz minden pár azt szeretné, hogyha az ő esküvője lenne a legtökéletesebb és a legszebb, és ennek a levezénylését bízzák ugye rám, és ehhez tanácsokat várnak tőlem, a tapasztalataimra kíváncsiak, amikből hála Istennek most már van bőven, úgyhogy tudom őket segíteni már a szervezés ideje alatt, tehát azért szoktam mondani, hogy minél előbb rám akadnak és elkezdjük a közös munkát, annál jobb, mert annál felhőtlenebb lesz a nagy nap. Úgyhogy rajtuk múlik igazából, de mindenben kérik a segítségemet, szolgáltató ajánlásban, ötletben, tanácsban, és valamikor pszichológusnak is kell lennem, hisz valamikor erre van szükség. A nagy napot ugye mindenki úgy képzeli el, hogy felhőtlen lesz, vidám lesz, minden a legtökéletesebb lesz, és minden a helyére kerül, minden rendben lesz, ám ezért ez nagyon sokszor nem így van. Mikre emlékszel vissza, hogy miket tapasztalsz, milyen bakikat követnek el a párok? Persze itt a szó nem rossz értelmében, de milyen helyzetek vannak, amiket tulajdonképpen ki lehetne küszöbölni, de hát vagy nem figyeltek erre, vagy pont, hogy elvesztek a részletekben. Milyen bakik vannak? A legfontosabb, hogy mindig szakemberre bízzunk egy-egy esküvői folyamatot, ne barátra, ne ismerősre, hanem szakemberre. Ez legyen zene, fotó, videó, vőfély, ceremóniamester, bárki, dekoráció. A dekorációval szoktak a mennyasszonyok elcsúszni, az időbeosztásban pontosabban, mert azt gondolják, hogy aznap lesz idejük feldekorálni úgy a helyszínt, ahogy ők szeretnék, vagy rábízzák anyukára, barátnőre, bárkire, aki úgy gondolják, hogy ezt meg
csinálja, és nem is azzal van a gond, hogy nem tudják megcsinálni, hanem mivel ugye ezt ők nem minden hétvégén, nem rutinszerűen csinálják, elég a nap elején elcsúszni egy fél órával, valami miatt, az autó miatt, a közlekedés miatt, bármi miatt, onnantól kezdve borul a rend, és volt már, hogy ezért csúszott templomi szertartás, polgári szertartás, mert egyszerűen az örömanya sem ért oda, mert dekorált. Azért ezek nagyon kellemetlen dolgok lehetnek a pár életében. És ugye aznap akkor már idegeskedés van, veszekedés, és azért ezeket jobb elkerülni, hisz a felhőtlen nagy nap, az mindenkinek, én azt szoktam mondani, legyen felhőtlen, az örömanya legyen örömanya, a tanú legyen tanú, a barátnő legyen barátnő, ne dekoros, ne bárki, aki torta elhozó a cukrászdából, mert én sajnos már láttam összedőlt mennyasszonyi tortát is, úgyhogy tehát vannak bakik, de meg lehet őket előzni, hogyha tényleg mindenkinek a szakmájában, igen, csak ez pénzbe kerül, szokták mondani, és nyilván a pénz beszél, és szeretnek spórolni a mennyasszonyok, ami érthető teljes mértékben, csak hát ugye aznap az idegeskedést, azt nem mindegy, nem lehet kiváltani. De hogy ez az idegeskedés és ezek a bakik elkerülhetőek legyenek, azért mi készültünk egy kis útmutatással is ebben a mai műsorban. Itt az Együtt magazinban kérlek mutass be egy kicsit azt, hogy milyen jegyzetkönyvvel kedveskedsz tulajdonképpen mind az arának, mind a vőlegénynek, mert hogy van egy nagyon kreatív és ötletes jegyzetkönyv itt előttünk az asztalon. Igen, megjelent az első jegyzetkönyvem az idei év februárjában, amire nagyon büszke vagyok, ugyanis ezt azért hoztam létre, hogy megkönnyítsem a mennyasszonyok dolgát a szervezés ideje alatt. Ebben a jegyzetkönyvben összegyűjthetik az álmaikat, ötleteiket, tehát tulajdonképpen ez nem egy klasszikus, hagyományos esküvő szervezőkönyv, amit megszokhattak, hogy hónapokra lebontva lehet figyelemmel kísérni, hogy mit kell csinálni az esküvő szervezés idején, hanem itt tényleg jegyzetelhetnek, kikapcsolódhatnak a könyvben, mert vannak benne geometrikus mintájú színezők, amiket ki lehet színezni, hogyha már nagyon stresszes az esküvő szervezés, viszont kiegészítik a jegyzetlapokat az én ötleteim, tanácsaim, gondolataim, amik motiválnak és inspirálnak, mert nekem az a tapasztalatom, hogy igenis kellenek a megerősítő gondolatok a mennyasszonyok részére, ugyanis mindig a legnagyobb probléma az, hogy mindenkinek meg akarnak felelni. Meg akarnak felelni a szomszédnéninek, a barátnőnek, anyukának, és ebben mindenkinek, néha el lehet veszni, és elvesznek. És igen, nem tudunk mindenkinek megfelelni, igaz, ez az esküvőszervezésre, vagy bármiben is tulajdonképpen. Így van. És erre hívom fel a figyelmet, és ebben próbálok tanácsot adni, különböző, minden, tényleg minden részletre kiterjedően, hogy nem kell ezt annyira komolyan venni. Tehát igenis az a lényeg, hogy az ifjú pár mit gondol. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ez az ő esküvőjük. Elméletileg egyszeri, és megismételhetetlen. Úgyhogy aznapra tényleg tele van ez a kis jegyzetkönyv jó tanácsokkal. Nekem van is egy ilyen kedvencem, amiben leírod, hogy tulajdonképpen mennyire fontos, hogy legyen egy B-terv. Igen, pontot nyitottad ki. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan talán erre nem készülnek fel. Legyen szó egy esős napról, vagy éppen egy nagyon forró nyári napról. Erre is vannak praktikák, ötletek, tehát kéred azt is, hogy ebben a jegyzet részben itt esetleg fölírják, hogy mi a B-terv. Igen, mert mindig azt szokták mondani, hogy ne is beszéljünk arról, hogy rossz idő lesz, mert az ő esküvőjük napján nem lehet rossz idő. Azt szokták mondani, hogy az én nagynapomon csak jó idő lehet. Hát nem. Mert bár persze így állunk hozzá, és legyünk pozitívak, és mindig azt mondom, hogy pozitívan kell hozzáállni mindenhez, de az időjárás az egyik olyan dolog, amire nincs befolyásunk. Tehát gondolni kell arra, hogy mi van, ha esik, mi van, ha fúj a szél, és mi van akkor, ha 40 fok van, mert az is tud kellemetlen szituációkat okozni, és igenis kell B-terv a szertartás helyszín, hogyha egy szabadtéri esküvőt tervezünk, meg aztán pláne, főleg egyre bátrabbak az ifjú párok, és az egész lagzit szabadtérre tervezik sokan. Igen, ez most nagyon-nagyon nagy divat lett az elmúlt években. És
iszonyat hangulatos, rettentő jó. Én mondjuk biztos, ha a saját esküvőm lenne, nem merném bevállalni, én parásabb vagyok ettől, de hál' Istennek vannak olyan párok, akik igen. Viszont akkor igenis tervezni kell B-terv, mert olyan, hogy mondjuk éjszaka egyszer csak jön egy vihar, vagy napközben olyan szélvihar, hogy felborítja a székeket a szertartás előtt 5 perccel, erre is volt már példa. Tehát ilyenre mind fel kell készülni, és tudnunk kell, hogy akkor mi a B-terv? Ne akkor kezdjünk el gondolkodni, akkor erre már nincs idő. És azért vagyok én, hogy ezeket felkészülve, átbeszélve, én már akkor tudjam, hogy mit kell tennem, hogy az a leggyorsabban és a legrövidebb idő alatt rendben is legyen. Aztán van még egy kedvencem a jegyzetkönyvből, amikor azt kéred, hogy írják le a mennyasszonyok, vőlegények, hogy majd milyen házas terveik lesznek. Milyen érdekes, hogy, hogy az már nem érinti tulajdonképpen konkrétan magát a nagynapot, hanem ez már a jövőbe tekint. Tehát, hogy nem csak a nagynapra vonatkozóan vannak benne információk, és magunknak információ, amit leírunk, hanem a jövőre nézve, hogy milyen tervek vannak. Igen, itt a jegyzetkönyv legvégén van egy házassági bakancslista, amit kitölthet az ifjú pár. Ezt azért gondoltam beletenni, mert hogy kicsit túlmutassunk az esküvőn. Tehát ugye mindig csak addig gondolunk, hogy összeházasodunk, és kész. Az a nagy nap, jó legyen. De ugye azon ezért dolgozni kell. Te is házas vagy, te is tudod, hogy azért a jó házasságért dolgozni kell. Így és van. Én úgy gondolom, hogy ez a bakancslista, hogy összegyűjtik azt, hogy közösen mit szeretnének a házas éveik alatt megtenni. Ez egy nagyon jó iránymutató arra, hogy egy helyen ezek meglegyenek, és néha, ha előlapozzák egy évfordulón, vagy amikor romantikázni van kedvük, akkor legyen mihez visszanyúlni, hogy évekkel ezelőtt, még a házasságkötés előtt, mik azok a tervek és célok, amiket meg szerettek volna valósítani, ha netán elfelejtették volna őket. Neked van kedvenc része, tehát amit különösképpen ajánlanál az ifjú párnak? Nem idézetet, vagy nem ötletet emelnék ki, hanem itt a könyv elején van nekem egy kedvenc részem, amivel tulajdonképpen kezdődik a könyv, ahova beírhatja a mennyasszony a nevét, ez semmi különleges, ilyen más füzetekben is lehet, de olyat még nem láttam, hogy leendő férjezett nevemnek van hely. És én tudom, hogy a lányoknak ez nagyon fontos, hogy amikor kiválasztja, hogy veszi fel a férjének a nevét, ha felveszi, de általában a 90%-ban valahogy megváltozik a lányok neve, akkor ugye azt próbálgatják a csajok, hogy hogyan kell leírni, hogy mutat jobban, és hogy erre van erre megfelelő hely. Nekem például ez az egyik kedvenc részem, hogy a lehető férjezett nevemnek azért is ott van a hely. Te figyeltél a részletekre, tényleg? Nagyon a mennyasszonyoknak a fejébe látsz igazából. Igen, mert bár én nem vettem fel a férjem nevét, de tudom, hogy nagyon sok a lány, és én is próbálgattam annó, hogy lehetne felvenni, de egy dupla vezetéknévvel már nem nagyon volt nekem választásom, tehát nem tudtam már kötőjeles lenni, mert 3 vezetéknevem meg nem lehet. Úgyhogy így maradtam az eredeti lánykori nevemen, de azért a legtöbb lány felveszi, és tudom, hogy szeretik ezt próbálgatni, hogy így néz ki jobban, úgy néz ki jobban, és hogy ennek van itt megfelelő helye a könyvben. Kata, kinek ajánlod elsősorban magát a jegyzetkönyvet? Hát kizárólag mennyasszonyoknak, tehát akár már az eljegyzés után rögtön, ha beszerzik ezt a könyvet, akkor a leghasznosabb, hisz olyan ötletek, olyan tippek is vannak a könyvben, amik az esküvő szervezés legelején kell, hogy náluk legyen, a birtokukban legyen ez az információ, de persze, hogyha később lesz az övék a könyv, sem gond, de akár amikor mielőtt még akár a helyszín is megvan, vagy a dátum is megvan, tehát a legelső ötleteknél, mikor felmerül, hogy házasodunk, így van, akkor már jók ezek a tanácsok. Ugyanis tényleg vannak benne olyan tanácsok, amiket már amikor megvan a helyszín, időpont, akkor már nem biztos, hogy úgy igénybe tud venni. Viszont a szervezés legelejétől kezdve velünk van, akkor tényleg egy barátnője lehet a mennyasszonyoknak ez a könyv. Hát nagyon köszönöm, Kata, hogy ezeket megosztottad velünk, illetve a mennyasszonyokkal, meg leendő mennyasszonyokkal, vőlegényekkel, mert azt gondolom, hogy nagyon hasznos tanácsok vannak a jegyzetkönyvben. Köszönöm, hogy ezeket bemutattad nekünk. Én köszönöm a lehetőséget. Sokan talán azt gondolnák, hogy nehéz bánni a rövid hajjal,
Nos, mi erre most rácáfolunk, és megmutatjuk önöknek, hogy hogyan lehet fiatalossá és moderné varázsolni egy rövid frizurát. Sziasztok! Ez már egy befestett hajam van, a vendégnek már befestettem a haját. Most megmutatom nektek, hogy milyen a mai modern tépett frizura. Egy idősebb vendégem van, aki örökké fiatal, mert nagyon csinos, nagyon ad magára. Úgyhogy nagyon jó lesz a végeredmény, és hát fiatalosabb, kicsit ilyen tépettebb, rövid frizurát fogok csinálni egy idősebb vendégnek. Nézzétek meg, hogy mennyire csinos lesz ő. Sziasztok! Fontos, hogy kifésültem, megbeszéltem a vendéggel, hogy milyen fazon szeretne. Ugyanazt csináljuk, amit ezelőtt is, ez már egy bevált fazon. Általában annyit vágok le belőle, hogyha ugyanolyat választottunk, mint legutóbb, amennyi lenőtt. Tehát havonta általában egy nőnek 1-1,5 centi nő, úgyhogy ugyanazt a fazont vágom, amit levágtam. Én ezt látom előzőleg, hogy ez hogyan van a menete. Ugyanezt fogom utóvágni, és egy 1,5 centit fogok ennek a fazonnak a mentén levágni. Most levágom vízesen, és a mai modern hajak, azokat szárazon is át szoktuk egy kicsikét igazítani. Szárazon menetet vágok bele, egy kis fazont. Sokan összekeverik ezt a ritkítással. Nem mondanám, hogy ritkítani fogok a végén, hanem szárazon egy kis menetet fogok belevágni. Tény és való, hogy olykor ritkítólót is használunk fodrászok hozzá, de ezt csak azért tesszük, hogy amikor megmossa a vendég otthon a haját, akkor az ugyanúgy beálljon neki, és ne csak a szárítástól legyen fazon. Most egy centit, nagyjából egy centit fogok vágni. Mindenhol ezt követem, különböző kiemelési szögekben, ahogy a fazon megkívánja. Vannak olyan frizurák a hölgyek, férfiak körébe, hogy mindenhol ugyanakkorára vágom, tehát kihúzom, és akkor mindenhol nagyjából ugyanannyit vágok le. Az egy alapvágás, ez egy klasszikus vágás, amit sokan tudom, hogy hölgyek meg tudnak csinálni. Tehát ott azt jelenti, hogy egy ilyen félcentis, centis soronként haladunk, és akkor mindent hozzávágunk az előzőleg levágott tincshez. Ugye abból látjuk, hogy mekkorához kell hozzávágni, és így soronként, ugye, hogy a hölgynek is, haladok vékony passzénként, és hozzávágom. Tehát én látom az előzőleg levágott részt, és akkor ami kilóg, azt hozzávágom, de itt már alapból van benne egy kicsi, mivel ez egy divat fazon, tehát itt már kiemelési szögeket is használok, van, ahol hosszabbra hagyom, van, ahol rövidebbre, és az alját nem szeretném nagyon leszedni, ezért itt már alapból egy kicsikét kiemelési szögeket használok, de a klasszikus hajvágást azt szerintem simán meg lehet otthon csinálni, több hölgy tudom, hogy még akár menetes hajat is levág magának. Nem feltétlen a standard rövid és abból induló rövid-hosszú fazont válasszuk, hanem igen, egy picike játékot, pici nőiességet beleviszünk, és ez olyan fazon, aminek a nagyon jól látszik majd a tépet hatás, a nőies hatás is meg fog jelenni benne. Összehasonlítom a két oldalt, hogy egyforma hosszú legyen, tehát azért is nem csak azért van a fodrászatban tükör, hogy a vendég lássa magát, hanem azért is, mert én is látom innen szemből, hogy szimmetrikus-e a frizura. Centinként haladok alulról fölfele,
és körbe választom le, ahogy most is látjátok, körbe választom le a vendégnek a haját, és akkor így centinként, centi részenként vágom le magát a hajat. Az a jó, hogy amikor kiemelek egy hajrészt, lehet látni ugye szemmel láthatóan, hogy melyik az, ami már le van vágva, és mi az, amit hozzá kell vágni. Úgyhogy ez folyamatosan követem a levágott részt, úgyhogy azért nem olyan nehéz, mint aminek látszik. És kiemelési szögeket használok, ez az, ami tőle kicsit divatosabb, meg fazonosabb lesz az egész. Tehát nem minden, nem egy szögbe emelem ki, hanem vannak a fejnek bizonyos részei, ahol ezt másképpen teszem. Kicsit van, ahol hosszabbodik, főleg itt ezeken az oldalsó részeken. Már szeretem, hogyha hosszabbodik, így egy kicsit nőiesebb, nem az a nagyon élére vágott fazon a mai divathajakat, vagy mondhatnám azt, hogy a mai fodrászoktatásokon azért ezeket lehet már megtanulni, meg képezni magunkat. Úgyhogy nem egy méretre vágom, hanem van benne alapból már egy menetes fazon. Ezt egyébként ilyen kapcsolat nélküli hajvágásnak is hívják. Nem szeretnénk szabályos hajat, hanem tényleg egy fiatalos, szépesésű, nem egy belőtt frizurát fogok csinálni. Úgyhogy éppen, hogy rászárítok bizonyos méretű körkefékkel, hát legfőképp ugye kisebb méretűvel, mert nem szeretném, hogy nagyon nagy legyen. Egy nagyobb körkefével ugye sokkal nagyobb formát tudok kialakítani. Úgyhogy pont ezért lesz olyan, hogy csak szimplán laposra megszárítom, vagy akár azt is tudom ajánlani a nézőknek, hogy ha nem szeretnének olyan magas hajat, és tényleg azt tudom mondani, hogy a mai modern hajakat nem, a menetes hajakat nem feltétlen kell nagyon nagyra beszárítani, hanem aki ilyen tépet hajat hord, annak éppen, hogy egy picit szárítson rá, semmi gond, ha nem is körkefével, az se gond, de a végén javaslom, hogy egy picikét itt borzoljuk meg a hajat. Borzoljuk meg, szálazzuk ki, én ezt most meg fogom csinálni körkefével, viszont a végén egy lágy vakszal be fogom kicsit így borzosítani, megemelni ezt a pontot. Mindent előre húzunk, és nem az a lényege ennek, hogy szabályos legyen a frufru, hanem pont ez a lényege, hogy bizonyos részek hosszabbak maradjanak arcba. Nagyon nőies és könnyen kezelhető, ugyanis a teteje rövid, és az oldala pedig hosszabb, és így nincs olyan gond, hogy esetleg nehezen lenne kezelhető, mert az oldala az igenis hosszú. És ezt már igény szerint bárhogy lehet, aki merészebb, annak lehet egy picit jobban tupirral, vagy vakszal akár beformázni. Lehet ezt laposabban is, ez tényleg igénytől függ. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Találkozunk legközelebb is. Vigyázzanak magukra, viszontlátásra!